Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 22-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban író-olvasó találkozóval, színjátszó fesztivállal, az első Székely fesztivállal és egy lemezbemutató néptáncest tudósítással várom önöket. Tartsanak velünk! Megnyílt újra a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai terme. Az első vendég, a szeretett nagykövete Eszterhály Katalin volt, a Kanadában élő író. Újra birtokba vehette Kossuth utcai székhelyét a Vörösmarty Társaság. Közel két esztendő után hagyományos módon egy író-olvasó találkozóval indult az évad, amelynek keretében Vakler Lajos, a Fehérvár Média Centrum munkatársának vendége, a Kanadában élő kiváló író Eszterhály Katalin volt. Ez egy sokszor, nem dupla, hanem sokszoros öröm. Hát egyrészt az, hogy a Vörösmarty teremben végre rendezvényeket szervezhetünk, és egy olyan rangos rendezvényt, ami azt hiszem, hogy méltó ahhoz, hogy egy ilyen teremavató legyen. Eszterhály Katalinnak egy gondolatát olvasnám fel, hogy a szeretet, amivel az ember nagyobb lesz önmagánál, az egész munkásságának azt hiszem, hogy lehet ez a mottoja és az alapvetése, és hogyha mi sok-sok szenvedés és sok-sok lemondás és keserűség után most itt állunk megint, akkor mégis azt mondom, hogy a legeslegfontosabb a szeretet. És nyilván, hogy ez a ma este is erről fog szólni. Nagyon hálás vagyok Eszterhály Katalinnak, hogy elvállalta ezt a mai estét. Eszterhály Katalin a tengeren túlon operatőr férjével, Lajtai Györggyel sikeres filmes karriert futottak be, most azonban kalandos életútja mellett a 2016 óta megjelent könyveit ajánlották az olvasók figyelmébe. Nekem megtisztelő, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, hogy együtt ünnepelhetjük ezt a csodálatos új termet, és a társaság most újra otthont kapott, és gondolom, hogy mindenki szívesen jön majd el, és nekem ez külön megtiszteltetés, hogy velem indul újra ez a ünnepi sorozat, amit majd a Vörösmarty Társaság minden időszakban rendez. Lajtai György operatőrként lett elismert, dokumentumfilmjeit több alkalommal is jelölték Emmy-díjra, ami az egyik legrangosabb szakmai elismerés a világon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk. Én borzasztóan büszke vagyok a nejemvel kapcsolatban. Ez egy fantasztikus elismerés. Én mindig azt szoktam mondani tömören, hogy egy családban a férj és feleség az össze kell, hogy éljen valamilyen szempontból, tehát mi egyek vagyunk. Egy alatt én úgy érzem, hogy ő a kép, aminek nincs ára. Én pedig a keret. És én ebbe szeretnék pompázni vele együtt, és nagyon sok sikert szeretnék kívánni neki. Kovács Magdolna, a Csak Nőknek magazin alapító tulajdonosa számára Eszterhály Katalin, aki a szeretett nagyköveteként segíti a magazin törekvéseinek sikerét, egy olyan példa, aki ebben a felgyorsult világban is képes hiteles maradni. Hiszünk a minőségben és a valódiságban, úgyhogy itt egy ilyen író-olvasó találkozón, ahol például most Eszterhály Katalinnal találkozhatnak a helyi látogatók, vendégek, mind megélhetik mindazt az élményt, amiről egyébként az újságlapjain olvashatnak a hétköznapokban. Az est hozadéka a szép számú olvasónak, hogy megismerhették az Eszterhály kötetek indítatását, mindazt, ami a 21. században hiánypótló, együtt örülni, nevetni, szeretni, megbecsülni. Tizedik alkalommal rendezték meg Székesfehérváron a Pál István amatőr színjátszó találkozót. A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület szervezésében idén 12 csoport lépett színpadra. A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület ebben az esztendőben is megrendezte az immáron tizedik Pál István fesztivált, amelynek a hagyományokhoz hűen a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Színház terme adott otthont. Az országos amatőr színjátszó találkozó célja, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőségeket biztosítson a nem hivatásos színjátszó csoportoknak, együtteseknek. Pál István amatőr színház csinálóként indult pályáján, a 70-es, 80-as évek egyik meghatározó avantgárd színházi rendezője lett, 1980-ban Jászai Mari díjjal tüntették ki.
A róla elnevezett kétnapos országos amatőr színjátszó találkozón ebben az esztendőben az előzsűri döntése alapján 12 csoport mutatkozhatott be. Elég viszontagságos. 3 éven vagyunk túl, ugyan tavaly már ugye megrendezésre kerülhetett a fesztivál, de azért még rányomta a bélyegét az előző 2 év. Talán ez az első olyan év a leállások, a próbálási nehézségek után, amikor nyugodt szívvel és lélekkel tudunk itt újra összegyűlni, és mindenki megmutathatja, hogy normál próba körülmények között mit alkotott az elmúlt évben. Ugye most is számtalan korosztály mutatja be a tudását, ilyen értelemben fontos, hogy sokkal tágabb az amatőr színjátszók korosztályok szerint is. Ez előrelépés mindenképpen, illetve megtartottátok, sikerült megtartani az eddigi tradíciókat? Azt gondolom, hogy igen, bár ha jól emlékszem, akkor már az első fesztiválon is a kihívásunk az 14 és 99 év közötti korosztályt érintett, tehát nyilván mi is tudatában vagyunk annak, hogy azért az amatőr színjátszók között ma már talán inkább az idősebb korosztály dominál, úgyhogy őket mindig is szívesen láttuk, és mindig kiemelkedő részei voltak a fesztiválnak, de természetesen annak is örülünk, hogy egyre fiatalabb csoportok érkeznek. Idén is 2 középiskolásból is a fiatalabb korosztály fog érkezni bemutatni egy-egy előadást. Az elmúlt évben úgy nyilatkoztál, azt mondtad, hogy a klasszikus darabok mellett egyre inkább teret nyernek a kortárs művek is. Ez folytatódik, ez a trend? Így van, sőt úgy érzem, hogy egyre erőteljesebb. Érdekes módon éppen a fiatalabb csoportok nyúlnak mostanában inkább a klasszikusok felé. Nyilván ennek is azért, hogy ezeknek a daraboknak is a modernebb megfogalmazása kerül színpadra, de igen, nagyon sok kortárs darabunk van, és a modern, posztmodern darabokból is egyre többet hoznak a csoportok. Idén a Csoki Falok Társulat, a Fehérvár Waldorf Színjátszókör, a Felhőjárok Mozdulatszínház, a Kodocska 1.0 és 2.0, a Kulissa Alkotóműhely, a PHVI csoport, a Prospero Színkör, az SK Junior, a Színpadka és a Teleki Diák Színpad bemutatóit tekintette meg a közönség. A Kodocska 2.0 Láposi Anita rendezésében a Mézből faragott leány című darabbal érkezett. A Kodolányi János Gimnázium Kodocska csoportjával most úgy alakult, hogy 2 korosztállyal foglalkozom, 5-től 8-ig, és van egy korosztály, akik 9-es, 10-esekből tevődnek össze. A kicsikkel a Mézből faragott leány című délszláv mesefeldolgozást hoztuk, a nagyokkal pedig Szofoklész Antigóné című tragédiáját dolgoztuk fel. Azt gondolom, hogy jó, hogy ez a tradíció tovább él. Mennyire veszik komolyan a fiatalok? Van-e lehetőségük, hogy beleéljék magukat, beleássák magukat a színjátszásba? Hát nagy örömömre nálunk ezt komolyan veszik a fiatalok, és nagyon nagy lelkesedéssel dolgoznak. Hétről hétre készülünk, próbálunk, most már szerintem fél éve erre az alkalomra, és én a magam részéről nagyon örülök annak, hogy ez a fesztivál, ez így évről évre mindig megrendezésre kerül. És van egy lehetőség, ahol egy munkafolyamat végét bemutathatjuk a szülőknek, a kollégáknak, a nézőközönségnek. A bemutatott darabokat idén is 3 fős szakmai zsűri értékelte, amelynek tagjai Kurta Niké színművész, Matuz János író-rendező és Tar Judit színművész volt, aki bizonyos abban, hogy az amatőr társulatok előadásai színvonalában és témaválasztásában is egyre inkább közelítenek a profi színjátszáshoz. A legfontosabbnak a közösségépítést gondolnám, tehát szerintem ezeknek a fesztiváloknak és magának ennek az amatőr színjátszásnak is a legtöbb értelme a közösségben van. Mire kell elsődlegesen a zsűriben figyelniük? Hála Isten, szerencsém van idén is visszatérni erre a fesztiválra, tehát nem először veszek részt, úgyhogy egy csomó társulatot már látok fejlődni is. Tehát saját magához képest, hogy hogyan tudnak egyre jobban működni, ezeket is tudom figyelni. Közben pedig az, hogy amit ők megélnek, az mennyire működik. Szerintem ez a legfontosabb.
azt látjuk, hogy a klasszikus darabok mellett egyre inkább teret nyernek a kortárs darabok is. Ez jó, ez a trend? Nem az a lényeg, hogy mi az alapanyag, hanem hogy mi az, amihez kapcsolódni tudnak. És természetesen hát ebben a világban élünk, tehát amik most születnek, azok talán könnyebben eljutnak az emberekhez, a fiatalokhoz. Úgyhogy ez teljesen valid dolog. Kurta Nikő a zsűri tagjaként bizonyos abban, hogy a színpadra lépő csoportok átlendültek a nehézségeken, és nívós előadásokat láthat a közönség. Elvárásom igazából nincs, ami a fantáziám arról, hogy itt mi fog történni, az a színjátszásnak és a történetmesélésnek az ünnepe, egy felszabadult ünneplése, hogy ez van, hogy vannak történetek, és vannak, akik ezt elmesélik, és van, akiket ez érdekel, és akiknek ez örömet okoz. Van jövője, azt tudjuk, hogy van múltja, és van jelene is a színjátszásnak, az amatőr színjátszásnak is, de van jövője? Hiszen ha itt körbenézünk, látjuk, hogy különböző korosztályok képviseltetik magukat. Ez ebben 100% biztos vagyok. Színház és amatőr színjátszás tényleg mindig is volt, és mindig is lesz erre. Egyszerűen szüksége van maga a színház műfajának is, hiszen az amatőr és az alternatív szféra az, ami mindig mer kockáztatni, újítani, és akár paradigmaváltó gesztusokat is tenni, tehát az alternatív színház nélkül szerintem nincs profi kőszínházi struktúra sem, tehát egymást éltetik ez a kettő. A fesztiválon idén is előkerült Pál István és kortársai szójátéka, hogy az amatőrök, akik megvillantják a pengéiket a társadalom előtt, a színházművészet előtt, megerősítetett, hogy a mozgalomnak az a legnagyobb értéke, hogy stílust vált, hogy reformokat hoz a színház világába, és korlátok nélkül gondolkodik. Első ízben rendezték meg Székesfehérváron a Székely Fesztivált. Kulturális programok és eredeti székely étkek várták a fesztivál résztvevőit a Malom utcai táncházban. Székesfehérvár önkormányzata támogatásával a Válasz Egyesület szervezésében első alkalommal rendezték meg városunkban a Székely Fesztivált. A Malom utcai táncházban a Székely Autonómia napja előtt szombaton kulturális és gyermekprogramokkal, vásárral és gasztronómiai különlegességekkel várták a vendégeket. Tanítunk is, hiszen pont most egy lelkész úrnak az előadása, mely a korondi lelkész úr, amikor beszélgetünk, de azon, hogy gyerekeknek szóló programok is vannak, aztán lesznek székely anekdotások, lesznek néptánc, népzene, teljesen színes programok, és ami nagyon fontos, hogy Székesfehérváros támogatásának köszönhetően a főszervezők ugye ezt ingyenesen tudták biztosítani 1 és 7 óra között ezt a programot, és azt gondolom, hogy meg tudjuk mutatni egy kicsit a székely kultúrát, a székely magyar kapcsolatokat is itt lehet erősíteni, vagy akár úgy is mondhatnám, hogy a magyar-magyar és a székely-székely kapcsolat is lehet itt a helyszínen erősíteni, és az egészet a Székely Autonómia napja miatt fűztük fel erre a hétre, hiszen vasárnap van a Székely Autonómia napja. Természetesen, hogy ezt mindig köszöntjük, ugyanakkor esztendőről esztendőre megszokhattuk, hogy a te magad és a csapatod a Székely Autonómia és a székelység mellett áll. Én azt gondolom, hogy ez egy misszió bizonyos értelemben. Mi az alapja? Hát a szívünk. Szívünk, a magyarság megmaradása, a határon túli magyarok megmaradása, hiszen tudjuk, hogy még mindig sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint mi. Most éppen ugye a kárpátaiak szerintem a legnehezebb helyzetben, bár talán eddig is ők voltak, és azt gondolom mindig, amikor üldözik a székely zászlót, amikor felvidéken még nem vehetett föl a magyar állampolgárságot, hanem a szlovákot elveszted. Tehát ami még óriási meglepetés, hogy én magam nem gondoltam volna egy 10 évvel ezelőtt, vagy akár 5 évvel ezelőtt se, hogy még ebben a pillanatban a legnyújtisabb a helyzet a Szerbiában van. Tehát régen ott volt puskapros a helyzet, tehát mindig van valami, amire fel kell hívnunk a figyelmet. Én
Csíkmadarasi Népi Együttes autentikus műsora a székely népi kultúra jellegzetes dalaival köszöntötte a közönséget. Meg szeretném köszönni a meghívást, hogy részt vehetünk ezen a nagyon szép ünnepségen. Részt vehettünk a gyertyagyújtásokon, a mézgyújtásokon, és máma be tudjuk mutatni népszokásainkat, népdalainkat a fehérvári közönségnek. És ugyanakkor elmondanám azt, hogy Csíkmadaras egy nagyon régi település, mert már a Rákosi gyűlésben is említve van, ami azt jelenti, hogy Szent István királyunk ideje alatt már létezett. És ugyanitt van jelentve az is, hogy 1065-ben egy csíkmadarasi Zemere nevezett ember fegyvert fogván a kereszténység ellen harmadik Béla királyunk alatt legyőzettetett. Csíkmadaras a Csíki havasok és a Hargita hegylánc által körülzárt Csíki medencében fekszik. Orbán Balázs könyvében nagyon sokat tudunk olvasni róla, aki a pelcsiki falvakat mutatja be, amelyek között a Bogáti medencén áthaladunk, a legelső csíkmadaras. És megpróbáltunk most a műsorainkkal elhozni a legszebb népdalainkat, néphagyományainkat, amelyeket 1966-ban Miklós Márton tanító gyűjtött össze szüleitől, lakosoktól, és megtanította az egész falunak, talán mindenki szerepelt már nemzedékről nemzedékre az együttesben, és halála után én, mint lánya, fölvállaltam azt, hogy tovább viszem ezt a szép tevékenységet, és megpróbáljuk népdalainkat, népi hagyományainkat, szokásainkat olyan szintre emelni, és úgy adni át az utánunk jövő nemzedéknek, hogy olyan kincsként őrizzék meg ők is, mint ahogy a mi megpróbáljuk megőrizni és továbbadni. Otthonról hazajött Lázár Levente unitárius lelkész is, aki Korondról érkezve a vallás és a család párhuzamairól, a hittel élők gondoskodó tisztelettel megélt mindennapjairól tartott előadást. Jelen vagyok, még annak ellenére is, hogy nálunk a reformációtól elkezdve a halottak napjáig egész programban jövő hét elején főleg, és a cél azzal, hogy itt vagyok, és az unitárius egyház hitelveiről, és a mindennapjainknak a gondjairól, problémájáról beszélünk, vallásosságáról, vagy éppen annak hiányáról, az az, hogy valahogy fölismerjük, hogy mi keresztények nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy egymást marjuk, hiszen a hitviták ideje már 450 éve lejárt, inkább az a cél, hogy egymásra találva újból a jézusi evangéliumi hitet megéljük mindennapjainkban. Azt tudjuk, hogy Székelyföldön figyelnek önökre, de vajon átadható-e ez a figyelem Magyarországon, ahol meglehetősen felgyorsult a világ? Tehát már nálunk is gyorsul. Már ott is jelen van a mai világnak a ritmusa, lüktetése, és épp ezért a saját tapasztalatból is mondtam az előadásomban, hogy egyre több a vasárnapi keresztény, a vasárnapi hívő, akik a templomi istentisztelet után már elfeledik a vallásosságot. Viszont tény és való, hogy enélkül elsilányosodik, slamposodik az emberi élet, kimondottan a kézzel fogható világra szorítkozik, és ettől kevesebb lesz. Épp ezért a fontosnak tartom bele csöpögtetni az emberek lelkébe amúgy ami igény, a lélek igaz gyöngyeit. A táncház udvarán a gasztronómia került a középpontba, eredeti székely falatok készültek, ahol az érkezőket mics, kolbász, flekken, csíkisör, áfonya pálinka, kürtős kalács és székely kézműves termékek várták. A Görbisz Néptánc Együttes a Bihar megyei Micskéről érkezett a mulatságra, a vezetőjük Hodgyai Edit, a micskei iskolaigazgató, tanárnőként került a faluba, és örökítette át a székelyudvarhelyi Venyige Együttestől tanultakat. Egyetemi évei alatt Temesváron volt vezetője az ottani táncháznak, Micskére való érkezését követően kezdeményezésére jött létre a Néptánc Együttes. Itthonról haza vagy otthonról haza, én is így élek. Székelyudvarhelyi vagyok, igaz Bihar megyébe élem az életemet, így a tánccsoport is, amelyiknek vezetője vagyok, a Görbisz Néptánc Együttes Biharból, a Berettyó mentéről, a hegyközről érkezett ide,
Nagyon örvendtem a meghívásnak, mert szívügyem, ugye tudom, mit jelent elszakadni, a székelynek távol élni a szülőföldjétől, mert egy ős kötelék köt minket szülőföldünkhöz, minden, amire képesek vagyunk, amit tudunk, ott szívtuk magunkba. A csoportommal, hogy Erdélyt megtartsam, úgymond kalotaszegi táncrendet hoztunk, mezőségit, és a bál kezdetére vagyunk a harmadik tánccal programálva, ott magfalvi táncokat fogunk táncolni Sóvidékről, udvarhelyszék és marosszék határáról. Nagy érdeklődéssel várt fellépője a Fogalomének együttes volt. A négy varázslatos ifjú hölgy sorsa többek között a Budapesti Zeneakadémián fonódott össze először, majd a közös zenélésből barátság, végül pedig egy a cappella együttes született. Missziójuk az erdélyi székelyföldi népi énekek dallamvilágának megőrzése, amelynek alapja, hogy a népdalok feldolgozása során az adott dallam lényegi vonásai ne sérüljenek. Nagy örömmel fogadtuk a meghívást erre a fesztiválra, annál azoknál fogva is, hogy a Fuvalom tagjai közül jó páran kötődünk Székelyföldhöz, s ha nem is Székelyföldhöz, akkor Erdély különböző pontjaihoz, így mindenféle ilyen jellegű rendezvényen nagyon szívesen veszünk részt, és itt is népszerűsítjük a magyar kultúrát. Az összeállításaink alapvetően ugye népdalokból építkeznek, és bár a cappella énekegyüttes vagyunk, de néha kiegészülünk hangszerekkel, hangkeltőeszközökkel, és a repertoárunkból pedig nagyon sok olyan összeállítás kivehető, vagy abban megtalálható, ami Székelyföldről származik. Az egyes dallamok ott lettek felgyűjtve, és abból válogattunk mi is, és alkottuk meg a Fuvalom dallamanyagát. Úgyhogy nem volt nehéz alkalmazkodni ehhez a rendezvényhez, hiszen szinte már a Fuvalom repertoárja rögtön egybecseng ennek a fesztiválnak a céljával, vagy hangulatával. Az est ismét bizonyította, Székesfehérvár népi kultúrát kedvelő polgárai számára megerősítést jelent a Székely Fesztivál létrejötte. Az egész napos program bizonyította a székely autonómiai létjogosultságát. Lemezbemutató koncerttel egybe kötött néptáncestet rendezett az Albarégia Táncegyüttes. A Malom utcában a közönség is megismerhette a most megjelent Bandázó Mezőföld CD dalait és táncait. Újabb különleges és izgalmas produkcióval köszöntötte a népzene és a néptánc barátait az Albarégia Táncegyesület a Malom utcai táncházban. A most megjelent Bandázó Mezőföld című lemezük bemutatója nem csupán egy koncert volt, nem csak a közreműködő székesfehérvári kötődésű népzenészek adták elő dalaikat, de az Albarégia Táncegyüttes és az Albarégia Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja és Trenka Máté közreműködésével el is táncolták azokat. Majd felhangzott a leányok, és aztán a legények vontatott éneken. Vígat sose daboltak! Viszont a tánc, ha még a sor került, arra is mindig valószínűleg volt. Lemezbemutatót azt még nem csináltunk, most már ezek szerint ezt is összehoztuk, és nagyon örültünk neki, mert most volt egy főpróbánk, ahol az összes résztvevő zenész a végén egyszerre fog ugye a fináléba megszólalni, és ez egy nagyon szép kép volt, és ez egy nagyon megható pillanat volt, meg azért a fülnek is ez egy jó eső érzés volt, amikor közel 20 zenész egyszerre meghúzza a vonót, meg megszólalnak. Thank you.
A gondolat elsőként az egy oktatási segédanyagként fogalmazódott meg bennem. Mezőföld táncaival ugye már évtizedek óta foglalkozunk, és közel 15 éve jelent meg utoljára egy olyan oktatási segédanyag, a Galiba zenekar jóvoltából, amire azóta is gyakorlunk, próbálunk, és az országban is ezt a CD-t, ezt a hangzóanyagot használják, de nyilván azért ez egy véges dolog, és szeretnénk megújulni, illetve újabb dallamokat akár a próbán, akár a koreográfiákhoz beemelni, és ebből jött ez a gondolat, hogy kéne egy új kiadvány. Nem csak egy koncert lesz ez, de nyilván az a fő dolog, hogy a zenekarok bemutatják ezt a lemezt, hanem három műsorszámba az együttesnek a felnőtt utánpótlás tagjai is szerepelnek, szólistái is szerepelnek. Juhász Zsófi az Alba Régia Táncegyesület elnöke, aki a Szedte Vette zenekarral maga is részt vett a CD elkészítésében, elmondta, hogy céljuk a Bandázó Mezőföld című lemez kiadásával a zenei élmény átadásán túl az, hogy segíthessenek a táncegyütteseknek, táncpedagógusoknak a mezőföldi táncanyaghoz megfelelő zenei anyag megtalálásában. Az Alba Régia Táncegyesületnek nem csak az a feladata, hogy egy táncegyüttest működtessen és szórakoztassa a fehérváriakat, hanem emellett módszertani segítséget is kell adni a több tánccsoportnak a megyében, és hát természetesen országosan is. És ez egy régi dédelgetett vágyunk, hogy mezőföld anyagát egy újabb CD-n dolgozzuk fel, és ehhez hívtuk most partnerként az összes zenekart, akit így körülöttünk mozognak, fiatal zenészekkel és idősebbekkel, és nyilván ennek a bemutatónak a mai anyaga, ez hozzáférhető lesz a táncegyüttesek számára, tehát akár kész koreográfiákat is tudnak rákomponálni a zenére, amit szabadon használhatnak. Zenészként nem szeretem. Azért, mert nem vagyunk egy koncertező zenekar, tehát például a mi zenekarunknak, a Szedte Vette zenekarunknak a profi a táncegyüttesek kísérete, és a gyerekjátszó táncházak, és mi itt szeretünk így megbújni. Itt ezen a színpadon pedig minden figyelem ránk szegeződik, úgyhogy izgulunk is, ez egy új kihívást jelent nekünk az évvégi hajrában. Tartalmas est a zsúfolásig megtett terem megerősítette, a székesfehérváriak továbbra is nyitottak a népi kultúra különleges hangvételű dalaira, és hogy a magyar néptánc semmihez sem hasonlítható, szívet melengető értéket hordoz, hiszen a hagyomány, mint tudjuk, arra való, hogy visszavezesse az embert önmagához. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!